Leszálló ágban van a koronavírus járvány harmadik hulláma. A kormány sikeres vakcina beszerzésének és az eredményes oltási programnak köszönhetően a beoltottak száma már meghaladta az 5 milliót. Azonban nem lélegezhetünk fel, hiszen még mindig sokan vannak, akik hezitálnak a vakcina beadatásán, pedig aki nem szerez védettséget, az a nyári immunitás ellenére is továbbra is veszélyeztetettek. Imre Balázs folytatja a témát vendégével. Köszönöm szépen, üdvözlöm a nézőket, jó reggelt kívánok, szervusz Áron, így van, Rusvai Miklóssal, egyetemi tanára, víruskutatóval, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetünk a következő percekben. Jó reggelt kívánok, professzor úr! Jó reggelt kívánok! Nagyon örülhetünk, hiszen egyre kevesebb beteget ápolnak már kórházban, és ugye megvan az 5 milliomodik beoltott, ez tegnap meglett, és így elhagyhatjuk a maszk használatot a közterületeken, illetve Orbán Viktor miniszterelnök pénteken arról is beszélt még, hogy gyakorlatilag legyőztük a járvány harmadik hullámát. Ennek fényében, ezeknek a tényeknek a fényében, mit mond ön, professzor úr, mikor alakulhat ki az a bizonyos önállított nyáimmunitás, amikor a lakosság, a társadalom nagy része védett lesz a vírus ellen? Én úgy gondolom, hogy ősszel, tehát most egy pár hétre, pár hónapra valóban ellazíthatunk, egy kicsit fellélegezhetünk. Valamikor októberben majd a légzőszervi betegségek szezonjában, amikor a többi vírusok is keresik a lehetőséget arra, hogy fertőzést okozzanak, tehát a hűvös, nedves idő beköszöntével sajnos visszajön majd a koronavírus is, illetve nem visszajön, hanem folyamatosan velünk van, de addig legfeljebb szorványos fertőzéseket, szorványos megbetegedéseket okoz, tehát igazán járványos megjelenésére addig nem kell számolni, tehát járványhullám nagy valószínűséggel őszig nem lesz. Ez csak akkor nem valósul meg így ez a forgatókönyv, ha esetleg egy eddig még ismeretlen mutáns köszön be, ami felülírhatja ezt az elvárható vagy remélhető forgatókönyvet. Mit mondana, vagy mit üzenne azoknak, akik éppen a nyáj immunitásban bízva nem akarják beoltatni magukat, és egyébként mi van akkor, hogyha ugyan kialakul már a nyáj immunitás, de még nem oltatta be magát valaki, akkor ő komolyabb bajt is elszenvedhet a betegség vagy fertőzés kapcsán? Mindaddig, amíg valaki nem immunis, tehát fogékony, addig megbetegedhet, és bármilyen körülmények között, tehát függetlenül attól, hogy mennyi az átoltottak köre a társadalomban, az, aki megbetegszik, az sajnos ugyanazokkal a következményekkel néz szembe, mintha tömeges megbetegedés idején betegszik meg. Egyetlen egy előnye van annak, hogyha valaki nem járványhullámban betegszik meg, hogy az egészségügy terheltsége nem olyan súlyos azokban az időszakokban, amikor nincs járványhullám, tehát ilyenkor adott esetben valamivel több figyelem fordulhat a szorványos megbetegedésbe szenvedőkre. Tehát a nyájimmunitás mindenképpen ki fog alakulni. Jelen számításaink szerint ez körülbelül 80% körül lesz majd, tehát még 3 millió embernek kellene magát oltatnia ahhoz, hogy ez a 80%-os immunitás elérhető legyen. Az, hogy valaki oltással szerzi meg a... Bocsánat? Tehát összesen 8 millió embernek kellene ezt beoltatni magát ez Magyarországon. Ez a 80%-a a magyar lakosságnak, így van, így van. Tehát ha valaki úgy dönt, hogy nem oltással szerzi meg az immunitást, hanem fertőzéssel, az sokkal nagyobb kockázatot vállal. Láthattuk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy milyen súlyos következményei voltak a koronavírus fertőzésnek sokakban. Tehát a nyájimmunitás mindenféleképpen ki fog alakulni. Azt, hogy valaki oltással szerzi meg az immunitást, vagy fertőzés révén, ez mindenkinek mostantól kezdve a szabad döntése, hiszen a vakcinák hozzáférhetők. Közben a szakemberek azt is hangsúlyozzák, hogy mindenképpen fel kell venni a második oltást a teljes védettséghez. Mondják ezt azért is, mert több tízezer olyan ember van Magyarországon, aki nem vette fel a második oltást az első után. Milyen veszélyei vannak annak, hogyha valaki nem oltatja be magát a második oltással, vagy akár nem veszi fel az első oltást?
Hát az, hogy megbetegszik, tehát a koronavírus fertőzésnek a heveny tünetei, ami ugye akár lélegeztetőgéppel járhat, vagy súlyos esetben halált is okozhat, tehát ezek az úgynevezett heveny COVID tünetek, és adott esetben az úgynevezett hosszú távú COVID fertőzésnek a következményeivel is szembe kell néznie, amit még most nem is ismerünk teljesen, hiszen az első betegségek is egy éve zajlottak nagyjából tömegesen, tehát az igazi hosszú távú következményeket, amik adott esetben 6-8-10 év múlva jelentkeznek, ezeket még nem is tudjuk. Tehát a következmény a COVID, hogyha valaki nem oltatja magát. A második oltás az mindenképpen fontos, hiszen növeli az első oltás után kialakuló immunitást, tehát magasabb immunitással, és főleg hosszabb immunitással rendelkezik az, aki mind a két oltást megkapja. Ez elsősorban azért fontos, hogy pont az előbb említett őszi időszakban, amikor majd a vírus terjedni kezd, akkor védettek legyünk. Ha valaki csak egy oltást kap, akkor kockáztatja, hogy addigra fog lecsengeni az immunválasza, csökken majd a védettsége, tehát fokozottan érzékeny lesz a vírusra, hiszen a védettsége már nem lesz megfelelő szintű. Tehát hamarabb elmúlik a védettség, ha csak egy oltást vesz fel valaki magyarul. Persze, röviden. Miniszterelnök úr arról is beszélt, hogy a vakcina bőségnek köszönhetően most már tényleg annyi oltóanyag van Magyarországon, hogy gyakorlatilag idézőbetéve nincs kifogás, az oltóanyag rendelkezésre áll, bárki be tudja magát oltatni. Így van, talán még annyit az segít majd, hogyha előzetes regisztráció nem lesz szükséges, hanem mondjuk a házi orvosoknál ott lesz kéznél a vakcina a hűtőben, és bárki, aki bármilyen orvosi rendelése jön, mondjuk receptet íratni, vérnyomást méretni, bárki megkérdezheti az orvos, hogy be van oltva, nincs beoltva, hát itt a vakcina, akár azonnal beadom, ezért és ezért fontos lenne, oltassa magát. Tehát ez a szabad rendelkezésre állás, ez majd talán segít még, illetve az, ha bármelyik vakcinával oltathatja magát, hiszen nem tagadhatjuk, vannak preferenciák, van, aki bizonyos oltóanyagokat előnyben részesít, ha már ezek is szabadon hozzáférhetők lesznek és választhatók lesznek, akkor biztos, hogy többen felveszik még majd az oltást. További segítséget jelent még majd az a nyáimmunitás elérésében, ha a 12-16 éves korosztály részére is hozzáférhető lesz a vakcinázás, ez megint csak több százezer embert jelent majd. Két kérdésünk maradt még, és egy-egy percünk a két kérdésre. Az egyik az az lenne, hogy az is szóba került az elmúlt időszakban, hogy az óvatos nyitás milyen hatással lehet a járványhelyzetre. Önnek mi erről a véleménye? Nyilván óvatosnak kell maradnunk, de nem valószínű, azt mondják a szakemberek, hogy ennek negatív hatása lenne. Így van, tökéletesen egyetértek. Én is úgy gondolom, hogy ennek negatív hatása a járvány jelenlegi szakaszában nem lesz, és bízunk abban, hogy azért lesz igazi nyár is, tehát a száraz meleg idő az megint csak a légzőszervi vírusok terjedésének nem kedvez. Az időjárás is a kezünkre dolgozik majd. És végül, de nem utolsó sorban, sokat esik szó a világban és itthon is arról, hogy vajon lesz a negyedik hullám, akik még hezitálnak az oltás kapcsán, hogy beadassák-e magukat, rajtuk mennyire múlik ez a dolog? Múlik, tehát ősszel lehet negyedik hullám, ha addigra nem érünk el legalább 7 millió immunis ember, de még egyszer mondom, a negyedik hullámot biztosan megakadályozni a 8 millió immunis, tehát részben oltott, részben fertőzésen átesett ember, 8 millió kell, hogy legyen az országban, ahhoz, hogy Magyarországon ne legyen negyedik hullám. Bízunk benne, hogy minél többen beoltatják még magukat itthon is. Rusvai Miklós egyetemi tanárnak, víruskutatónak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Szép napot kívánunk önnek, professzor úr. Köszönöm az érdeklődést.